Ha itt vagyok Tapolcán a Lehel utcába, közben bejelentkezett egy tesztállomás Ordacsehiből. Ez ebbe a felállásba, ahol a rádió most van az Y tetején, egy picit extrém, mert nem olyan helyen van a rádió, ahol, ahol teljesen nyitott lenne a Balaton túloldalára, tehát ez több mint 20 kilométer a, a, déli irányba, de azért megnézzük, meghívjuk Ordacsehit. 1-2-3-4 rádió próba az ordacsehi tesztállomásnak. Az ordacsehi tesztállomásnak egy visszajelzés kellene nekem, hogy hogyan vételezel a Ordacehi-be. belaca, kérlek, mondj valamit, valószínűleg akadozni fog. És akkor megnézzük, hogy az SFR hogy húzza át, így takarásból ezt az adást. <coughs> Oké, okay, vettem, tehát akkor egy picit darabos, de átmegy az adás, ugye a rádió van. Jó, köszönöm a visszajelzést, el is köszönök. Tesznek volt egy olyan pontja, amikor ordacsajit próbáltam elérni, és igazán akadozott a, a kommunikáció. Viszont, ha jól megnézitek, ugye itt van fönn a rádió, és itt van a, a tetőnek a pereme. Tehát itt a rádiónk viszont. A, az Orda Csehi tesztállomás az ott van a hegyek mögött, és mint látjátok, ha a rádió szintjére jövök le, akkor itt ez a tetőperem betakar nagyon. Úgyhogy most a rádiót e, leemelem innen, és keresek neki egy jobb pozíciót. Most felraktam ide az egyik e, kikötő e, pányva drótkötélre, és ott a hegyen túl, ott a Balaton túloldala. Most már a rádió antennája az tényleg kilát a ház tető fölött. <coughs> a többi eszköz meg reméljük, hogy nem fog zavart okozni, mondjuk eddig se okoztak. Most megpróbáljuk Orda hit elérni, ugye ez több mint 20 km a Balaton túloldala. A rádió az ö, ott van ö, fönt, és ugye most nem a létrán, hanem egy pányvadrót kötélre raktam föl. Tényleg egy extrém teszt, ha azt nézzük, de akkor megnézzük, hogy hogyan szól. 1, 2, 3, 4, egy rádió próba az SFR átjátszón keresztül. Hívnám az Orda Csehi tesztállomást, hogyan vételezel? Jó, ja, Robi, üdvözöllek én az Orda Csehiből, jól hallak, jól átjön. Köszönöm a visszajelzést. Akkor az akadozós hang helyett a rádió pozíciója ennyit változtatott a vételen. Igen, igen, most jól és értetően a talaposság nélkül folyamatosan átjön az adáshoz. Oké, okay, köszi, ennyi lett volna a teszt. Tehát, mint láttátok, ugye pozíciót váltottam az adóvevővel, máshova raktam, és ennyit változott a hangminőség. Igaz, hogy akkor a város másik felén voltam, viszont ez nem befolyásolja az átjátszót, de az, hogy hova rakjuk a rádiót, amikor éppen SFR módban van, az ennyi pár méter különbséggel is, főleg ekkor a távolságon igencsak befolyásolni tudja a, az adás és a vétel minőségét. Ennyi lett volna az SFR-es második tesztünk. Én voltam egy Robi, Anikó Kft. Sziasztok!